A Talenti Szagrócsoport Magyarország legnagyobb vállalatcsoportja, hiszen a termőföld nagysága az 45 ezer hektár, ebből 35 ezer a szántó, a többi pedig javarészt erdő, gyümölcsös vagy szőlőterület. Egyébként az állattartásban is igen nagy számokkal rendelkezünk, ha mondhatom így. Tejelő szarvas marhánk az 8500 darab, ez körülbelül azt jelenti, hogy 70 millió liter fölötti éves tej kibocsátással szintén a legnagyobbnak számítunk Magyarországon. Folyamatosan tervezzük a bővülést a kijelölt stratégiánk mentén, elsősorban a szántóföldi növénytermesztés, mint stratégiai ágazat, másodsorban pedig a szarvasmarha ágazatot kívánjuk fejleszteni az akvizíciókkal, a harmadik pedig a tojótyúk, amit szintén akvizícióval, vagy pedig belső fejlesztésekkel kívánunk megoldani. Most 22-re is megvannak már az akvizíciós targetek. Természetesen ezt nem tudom most elmondani, hogy mik lesznek azok, de az nagyon valószínű, hogy tovább nő a tehén létszámunk és az általunk művelt földnek a nagysága. Az AgroLink az körülbelül 4 hónapja alakult, tehát még egész friss a cég. Hát az a minimum, hogy a 45 ezer hektáros gazdaságunkat ellátja. Mi azt tervezzük, hogy ennél sokkal több lesz. A számokat mondtunk az elején, hogy az első évben 100 ezer, a végén pedig körülbelül 500 ezer hektárt szeretnénk integrálni. Természetesen nem a klasszikus értelemben nevezett integrációra beszélünk, hanem ez egy nyitott integráció. Aki akar, belép, aki akar, nem. Ha valakinek tetszik a gabona felvásárlás része, akkor abba lép be, valakinek a banki szolgáltatások, biztosítási szolgáltatások tetszenek, akkor abba lép be. Hát igazából ezt az integrátor céget azért hoztuk létre, hogy a mészáros csoport vállalkozásai között legyen egy kapcsolat, azért a neve is AgroLink, hiszen van feldolgozóiparunk, termelőiparunk, és ezt betesszük ezt a céget középre, amire bátran várjuk a termelőknek a jelentkezését. A parlament előtt van egy szabályozás, egy tervezet, ami a mintagazdaságokról szól, a mezőgazdasági mintagazdaságokról. Tervezi a Talenti csoport, hogy aspirál erre az elismerésre a későbbiekben? A parlamentori szabályozás az egy nagyon jó kérdés, ezzel olvastam én is a tervezetet. Meglátjuk, hogy mi lesz, ami véglegesen el lesz fogadva, és utána mérlegelni kell, hogy milyen előnyökkel jár ez a Talenti Szagró csoportnak. Szerintem előre ezt így kijelenteni, hogy mi szeretnénk benne részt venni, vagy nem, hiszen nem tudjuk még, mi a szabályozás és milyen lehetőséget rejt magában.